Ah, de menjünk ma. Ugye jóra mutatok, igen. Szóval, ho! Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy barangolás Ázsiában videó, és ahogy mutattam, ma Iránba fogunk ellátogatni egy iráni szerző két könyvével. Mégpedig Marjane Satrapi, ez a szerző, ugyanis ő volt most a BookTube könyvklubban az egyik közös könyves szerzőnk, a Persepolis az ő könyve, ez ugye egy képregény, és mivel kiderült, hogy ismerősnek megvan neki ez is az asszony beszéd, azért ezt a kettőt olvastam tőle. Marjane Satrapi, ő iráni születésű, viszont egy idő után ő emigrált Franciaországba, mondjuk élt Németországban is, de így ilyen iráni-francia nemzetiségű. A Persepolis maga az a gyerekkorát, meg az ilyen fiatal felnőtt korát, ilyen 24 éves koráig beszéli el, ilyen 10-24 éves kora közötti időszakot, benne azzal, amikor kitört Iránban a háború, hogy ez milyen volt gyerekként, hogyan élte meg, milyen hatásokkal voltak rá, illetve amikor a szülei elküldik őt Németországba tanulni, hogy távol legyen a háborútól is, meg Irántól is egy kicsit, majd utána visszatér Iránba, és szól arról is, hogy neki milyen nehézségei akadtak azzal, hogy mivel igen szabad szellemű nevelést kapott a szüleitől, tehát nem volt így elnyomva otthon, mint nő se, ezért ő Európában túl iráni, viszont Iránban túl európai már, és hogy nem tud sehogy, nem tud beilleszkedni, visszailleszkedni. Aztán végül 24 éves korában végleg elhagyja Iránt. Ez nagyjából a történet vonala. Képregényes formátumban ilyen fekete-fehér, egyáltalán nem használ ezen a kettőn kívül más színeket. Nekem nagyon tetszett, nagyon tanulságos volt, mivel én erről a területről így sokat nem is tudok alapból, mert ezt töri órán se tanítják, meg úgyse honnan nem szedtem össze ezzel kapcsolatban információkat, úgyhogy nem is volt nekem információm róla. Nagyon érdekes volt a kötetben, hogy sokszor nehéz témákról van benne szó, mint a háború, vagy a fiatal gyerekek, akiket elküldenek a háborúba, és gyakorlatilag feláldozzák őket, mert esélytelen, hogy túléljék, vagy a nők elnyomása, viszont mindeközben nagyon sokszor használja humort, hogy kicsit feljebb emelje a hangulatot, vagy hogy enyhítsen a nyomasztóságán egy-egy helyzetnek. Szóval nekem nagyon-nagyon tetszett, örülök, hogy BookTube könyvklub közös könyv lett, és így el is olvastam, mert egyébként valahogy nekem a Persepolis abszolút elkerült a figyelmemet még akkor is, amikor iráni szerzőt kerestem specifikusan a barangolás Ázsiában polcom összeállításához. Nem tudom ez, hogy történt, de korrigálva lett Marjane Satrapi fal. És akkor ezek után elolvastam az asszonybeszédet is, ami, mint látjátok, csak egy ilyen kis rövidke szösszenet igazából tőle. Ez arról szól, hogy egy ilyen vacsora után a női tagok összeülnek beszélgetni, amíg a férfiak szivaroznak, meg elvonulnak ők is külön, és akkor pletykálkodnak mindenféle dolgokról. Többek között a női szexualitásról, a férfiakról, a házasságaikról. Mindezt ilyen, tényleg ilyen kifigurázós stílusban, tehát, hogy ez egy abszolút humoros beszélgetés, tehát humorosan van kivitelezve, nagyon jó karakterekkel, nyilván ez is, gyanítom, hogy ennek is köze van a... Mármint ebbe is vannak azok a szereplők, akik voltak a Persepolisban is, és mivel a Persepolis önéletrajzi ihletésű, tehát a nagymama vagy az anyukája valós személyen alapszik, meg gyanítom a többiek is, meg jön az orrájáról, hogy az iráni szex és New York. Kicsit másabb egyébként ennek a rajstílusa, hogyha valaki egymás után olvassa a kettőt, azon szerintem látszódik, de én nagyon élveztem, mert nagyon érdekes történetek voltak benne mindenféle női helyzetekről, úgyhogy nagyon vicces volt, nagyon jót szórakoztam rajta. Mert egy amellett egyébként, hogy vicces volt, nyilván volt benne, volt súlya a témának, de hogy alapvetően humorosan tálalt, úgyhogy nagyon-nagyon élveztem ezt a kötetet is, úgyhogy ezt is nagyon tudom ajánlani elolvasásra. És ez jóval kevésbé nehéz, mint a Persepolis, mert ugye a Persepolis
hát jó, hogy 300, nem is tudom hány oldalas képregény. De ugye mivel képregény, azt gondolná az ember, hogy könnyebb olvasni, ez nem teljesen igaz, mert hogy néha le kell tenni, hogy egy kicsit lélegzetet vegyen az ember, mert azért nem könnyű maga a háború témája, vagy a halál témája, ami megjelenik benne. Úgyhogy ezzel a két könyvvel barangoltam el Iránba. Nem tudom, ezt miért tagoltam ennyire szét. Mind a kettőt nagyon-nagyon tudom ajánlani. Illetve belinkelem a BookTube könyvklub kibeszélőt, ha nem mondtam volna. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!